Üdv újra mindenkinek ebben a videóban, kurszán, kusál, kesely, kőszál, csörsz, kusa, stb. Stb. Neveken elhíresült vezérről lenne szó. Ugye 904-ben hal meg, azt nem lehet tudni, hogy pontosan mikor született, és Árpád mellett a magyarok egyik vezetője volt. Ő jelentős szerepet játszott Pannónia területének meghódításában is, és közvetlenül a hun visszafoglalás előtt a bizánci császár Árpádhoz és Kurszához küldött követséget. És ugye 904-ben pedig a bajor felek orvul tárgyalásra hívták, őt és kíséretét törbecsalták és legyilkolták. Hát itt a nevével kapcsolatban megoszlanak a vélemények természetesen, hogy egységes forrás sincsen róla. Kristó Gyula szerint a kurszán név az azért nem helyes, mert a nyugati források Kusál néven említik a magyarok vezérét. Ez esetleg lehet egy latin betűs leírása a kőszálnak, ugyanis a kőszáli sas, kőszáli keselyű, lehet ennek a kurszánnak például a török neve is. Aztán van egy másik forrás, ez már bizánci, Georgius Monahus Continuatus, aki egyébként György barát krónikáját folytatta. Szerinte Árpád mellett Kuszánész, vagy Kusánész volt, aki a bizánci követeket fogadta. Aztán korábban ugye ezt a szemét a Gesta Hungarumban szereplő Kund fia Kurszánnal azonosították, viszont a Kund a Gestainkban személynévként szerepel nagybetűvel, és nem mint Kende tisztség, vagy mint Kündü tisztség. Aztán később volt olyan, aki azt az elméletet támogatta, hogy ez a két személy nem is azonos. Tehát, hogy volt külön egy Kusál, és külön egy Kurszán, vagy Kurzan, Curzan, ugye így írják a krónikában. Egyébként ilyen nemzetség, vagy Kártál nemzetség, vagy Kurzán nemzetség, ilyen volt. Úgyhogy ez egy valós elnevezés, csak nem biztos, hogy azonos szeméről van szó a forrásokat illetően. Aztán nyugati krónikák 902-904-ben Cshussal és Cshussol neveket emlegetnek. Rónatas András történész szerint a Kuszál, ugye Kőszál név lehet itt a megoldás, vagy pedig a Kuszán, Küszen, tehát több formában előfordulhatott. És mint az előbb is már említettük, ugye a magyar utónévkönyv szerint is a Kurszán az török eredetű régi magyar férfi név és keselyű jelentéssel bír. Tehát a kőszáli keselyű, olyan, mintha félig magyar, félig türk neve lett volna az illetőnek, és ugye a kőszál név lehet a Kusálban megbújva, és a Kurszánban pedig ugye maga a keselyű elnevezés. Aztán van még egy harmadik elmélet is, ugye volt létezett egy Kusán birodalom, és a képes krónika ábrázolásain valóban kusánokra jellemző tamgákat lehet felfedezni. Erről Csaba vezér készített kitűnő videót, úgyhogy én továbbjában ezt a labdát az ő térfelére pattintom. Nézzük Kurszánnak a tisztségét. Egyébként valaki szerint a Csörsz árok neve is Kurszán nevéből származott. Na mindegy, tehát nézzük a tisztségét. Hát ugye Árpád volt a főfejedelem, a Kende, a szakrális vezető, és Kurszán lehetett vagy a Gyula, vagy a Harka tisztség birtoklója. Egyértelműen azt támasztja alá ezt az elméletet, hogy ugye a Kende tisztség az apáról fiúra öröklődik, ők lesznek a későbbi királyok, beavatással történik, és kell egy mítikus fogantatás is. Álmos fejedelem kapcsán tudjuk ezt a turulmondában felelni, illetve neki szakrális a halála is.
Ennek kazár és türk analógiái vannak, ez a szakrális királyölés vagy fejedelemölés lenne valami nagy történelmi esemény előtt vagy után áldozatként. Itt a pozsonyi csata kapcsán merül fel Árpád szakrális feláldozása, és a hon visszafoglalás kapcsán pedig Álmosi, ugye ő Erdélyben, feltetem Budváron van eltemetve. És Kurszánnal kapcsolatban ezt a szakralitást, természetfeletti lényiségét, vagy Mitra megtestesülését, az is cáfolja, hogy a leírások szerint hadvezérként szerepel Pannonia meghódításakor, és a fronton tudtak vele tárgyalni a bajorok is. Tehát egy szakrális főkirály az elhúzódik a néptől, a világtól, az nem vezet hadat, és nem lehet egyszerűen lakomára hívni. Tehát ez nem így működik. Elébe kell járulni, cipőt levenni, tehát itt azért biztosan kizárhatjuk a kendeségét Kurszánnak. A Dzsájháni hagyományban, ami a hon visszafoglalás előtti helyzetet írja le, Ibn Rushd szerint a magyarok 20 ezer lovassal vonultak, és bár főnökünk neve a Künde Kende volt, valójában azonban a Dzsula Dzsila uralkodott felettük, az ő szavára hallgattak háború és védelem dolgában. És ugyanezt támasztja alá Gárdézi is forrásában. A görög forrásokban, bizánci forrásokban, ugye Bíborban született Konstantin, Bölcs nevű harka vezetésével nála járt magyar küldöttség elmondás alapján azt írja, hogy a magyarok első vezetője a fejedelem, ezt ő Arkhonnak írja le görögül. Ugye ez lenne a Kendet is. A Kende a fejedelemmel azonos, a Gyula pedig a vezérrel. A kettőt nem szabad keverni. Mellett két fontos tisztség volt, a nagyobbik rangú lenne a Gyila, vagy vezér, és a kisebbik a harka, vagy bíró. De a kazár rendszerben ez nem így nézett ki, amivel kapcsolatban ugye analógiákat találtunk, mert ott a karha, az a kazár Yiltevernek és a keleti türk Elteber címnek felel meg, ami a csatlakozott idegen népek irányításáért volt felelős. Tehát egyfajta ilyen vajda, mint az erdélyi vajda, vagy az erdélyieket képviseli. És ez is a harmadik legfontosabb tisztség volt, az erdélyi vajda, vagy erdélyi fejedelem a magyar királyságban. Tehát abba a, ebbe, ez, van egy elmélet, mert szerint ugye a Kabarok három törzsének a vezetője lett volna a horka, és ez ellen szól, hogy a harka tisztséget betöltő Bölcs, azaz Bulcsú, a hispániai kalandozásokról beszámoló Ibn Hayyan munkájában a hét vezér köz szerepel. Aztán Kurszán utódaitól származik, mint már említettem, a későbbi Kartal nemzetség, és egy Kartal település a 10. században a Kurszán Kartal nemzetség központja volt. És a Kartal az valóban egy türk eredetű szó, és az a jelentése, hogy hát fekete, ugye a kara első tag, és ez a fekete sasra, karvajra, kesejűre alkalmazott fekete ragadozó madár, pontosan ennek felel meg. És korai magyar zászlókon mindegyiken szerepelt fekete színű ragadozó madár, ilyen sólyom alkatú madár. Nem valószínű, hogy a turul, de az se kizárt, hogy hasonló analógiákkal bír, mert én turulnak azt az ábrázolást fogadom el, ahol egyben nemese is szerepel, hiszen ebből a mondakörből ismert a mítikus madár, és ott bizony se nem fekete, se nem... Tehát ott inkább a különböző királysas, vagy koronássas küllemre utal. De hát természetesen az astúr lenne egyébként a fehér színű ragadozó madár. Ugye a Dzsákfár Tarihi, az óbolgár krónikákat összegyűjtő munka, Kasán néven említ egy szereplőt, aki Árbátnak a testvére, és apjuk pedig Álmus. Ennyi véletlen nincs. Tehát ennyit arról, hogy mennyire lenne hamis ez esetben ez a forrás is. Mert ugye az akadémia szerint a természetesen a, már a bolgárok is hamisítanak. Kurszán a nyugati hadjáratokban és a visszafoglalásban betöltött történeti szerepe, na itt tessék megkapaszkodni. 892-93-ban volt egy szövetség Arnulfal, ezt mindig elfelejtik megemlíteni. Tehát kettő évvel a 895-ös honvisszafoglalás előtt járunk. A 890 az kamu szám, az a millennium csúszás miatt
lett beiktatva, valójában ugye 895-ben veszi birtokba a szakrális fejedelem is a Kárpát-medencén. Tehát 892-93-ban Arnulfal kötött egyezség értelmében a magyar seregek a keleti frank csapatokkal szövetségben támadták a Nagymorva birodalmat, hogy védelem alá helyezzék a keleti frank birodalom keleti határait. Arnulf zsákmányként odaígérte Kurszánnak a fegyverrel nyert Morva területeket, és Kurszán ezt túlteljesítve a bolgár birodalom érdekszférájához, gyepű rendszeréhez tartozó délalföldi részeket is megszállta. Mondom még egyszer, 892-93-ban járunk, 2 évvel a honvisszafoglalás előtt itt területeket szereznek magyarok. A morvákon aratott győzelmet követően azonban kiéleződött a magyarok viszonya a bolgárokkal. Ugye ezt meg később látni fogjuk a Bolgár-Besenyő Szövetségben és a Magyar-Bizánci Szövetségben. 894-ben a bizánci flotta dunai előretörését a levédél magyarság egyetlen hadteste fedezte, amelyet Kurszán zsilvölgyi kitörését követően nyugat-kelet irányú támadással fejezett be, egészen a flottáig előre nyomulva. És így ír erről Ioannis Skylitzes 1050 körül, mialatt Simeon a görög Fókász seregével volt elfoglalva a türkök, folyamon átkelve egész Bulgáriát végig zsákmányolták. Amikor ezt Simeonnak hírül adták, ő otthagyva Fókászt a türkök ellen fordult, minthogy azok is vágytak összecsapni a bolgárokkal. Átkelvén a Dunán meg is ütköztek velük. A főpróbát követően a honfoglalás vagy hon visszafoglalás egy addigra már ismert terepen történt meg, a részben elfoglalt, részben katonailag biztosított vonalakon, illetve az addigra már megszerzett Kárpát-medencei területeken. Az aldunai síkság fontos kijáratot jelentett a sztyeppére és a tenger irányába, illetve a Kárpát-medence is innen sebezhető leginkább. Ezért a magyarok első Simeon bolgár cár ellenében szövetségre léptek Bölcs Leó bizánci császárral. Leó barátságtalan kereskedelmi intézkedései miatt a két idegen hatalom között hamar ellenségesé vált a viszony, míg végül Simeon Bizáncra támadt. Nikéas Szklerosz, Leó diplomatája 895-ben az Aldunánál találkozott a magyarok vezetőivel, Árpáddal és Kusánésszel. A magyarok átkeltek a Dunán, de a kezdeti sikerek után, melynek során ugye Simeon Szilisztra várába szorították vissza, végül a déli bugmenti csatába vereséget szenvedtek. A bizáncok ugyanis nem támadtak a bolgárokra, a besenyők viszont Simeon biztatására megtámadták a magyarokat. És elérkezünk 904 nyarához, Gyermek Lajos keleti frank király meghívására Kurszán a Fisa melletti tárgyalásokon vett részt kíséretével, ekkor a király parancsára Orvul megtámadták, ugye kíséretével egyetemben is, mindegy szállig legyilkolták, lemészárolták őket. Tehát ez lett volna Kurszán, Kusánész, Csörsz, Kartal nemzetség megalapítójának hát végzete. Egyébként a Kartal nemzetség területéhez tartozott az a holdvilágárok is, amely mint kende temető van nyilvántartásba véve, mind a sashegyi hagyatékot helyesen értelmezők, mind a Fülöp hagyatékot helyesen értelmezők között. A Fülöp és sashegyi között a különbséget az jelentette, nem mondom, hogy vitáztak, mert valójában Fülöp sashegyi munkáját folytatta az ásatásokkal kapcsolatban a holdvilágárokban, karolinárokkal kiegészítve, hogy míg sashegyi szerint Árpád sírját találta meg, addig a temetővel kapcsolatban Fülöp elmélete Kurszán és a későbbi kendék szakrális fejedelmek sírjait vélít felfedezni. Ugye gyakran vitatkozni szoktak okostojásék velem a tekintetben, hogy hát a magyarok temetkezése ugye a sztyeppén is ilyen kurgánsíros, halomsíros és semmi köze ennek a szikla síros temetkezésnek a magyarokhoz, de van. És ezt szeretném ajánlani dr. Lezsák Gabriella kutatásait, aki most jelenleg a Kaukázus északi előterében kutatja a magyar temetkezéseket, és ő meg is említi minden egyes előadásában, hogy az, hogy hogyan temetkeztünk, az a
attól függött, hogy például a síkságon, amit említettem, kurgános temetkezés, hanomsíros temetkezés alá, míg a kaukázus hegyvidékes sziklás részénél úgynevezett aknasírba temetkeztünk. Ez azt jelenti, hogy mint valami csúszdát kialakítottak egy srégen lefelé vezető aknát, abba belecsúsztatták a halottat, az összerogyott idővel, és ezért vette föl azt a magzat pózt, ahogyan ugye leírják az a Sasegyi által talált sírba is, hogy vagy ülve, vagy magzat pózba temették el az illetőt, és erre ugye kőpakolás, bikaáldozati csont, és arra majd kőpakolás került. Erre mondják, hogy sziklakurgán, és ez nem a beavató barlangon belül van, hanem annak előterében találták. Tehát ez is okos tojáség hülyesége, hogy a barlangon belül temetik el a kendét. Nem is ott volt feltárva a sír, hogy a bal sarka előterében. De egy szerettem volna mondani, a többit majd vagy még egy videóban, egy másik videóban, vagy a komment mezőben folytatva. Köszönöm szépen a figyelmet!